Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, aki rászánja a testét és lelkét majd, hogy ezt a beszélgetést meghallgassa, talán meg is érezze és valamilyen szinten magáévá tegye, vagy egy legfeljebb, ha valami nem tetszik benne, akkor majd megkeres engem és diskurálunk róla egyet. Pontos az a bizonyos 1951 is, ahova a Jóisten letett, az pedig Miskolc, Miskolc Alsószínvó utca 4. Vasdárba születtem, odaval kell, és onnan indultam neki az életnek. Ezt a tudatosodásnak nevezik, vagy a tudatosodás útjának. Édesanyám szüleim azért nagyon-nagyon műveltek voltak, és olvasottak legfőképpen. Édesanyám csodamesélő volt. Tehát én mesék világában nőttem föl, én is igyekeztem a fiaimnak mesélni gyerekkorukban. Hát a nagyobbiknak nehezebben sikerült, a kisebbiket sikerült rávenni jobban már, hogy azért hadd meséljek legalábbis. Nagyon aranyosak voltak, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerek megengedni, hogy jó van, apa, jó, annyira akarsz, mesélj. Ez csúcs volt. Ugyanúgy viselkedtek, ma már tudom, innen visszatekintve könnyebb, mint bármelyik szülő, akár én is most a fiaimmal, vagy a kisebbik fiammal, hogy szeretném biztonságban tudni. És mi a biztonság akkor, hogyha elvégez egy-két sulit, egy-két egyetemet, valamit, nyelvet beszél, és akkor hát, ha neki tud állni az életét megvalósítani. Ők ugyanígy próbáltak engem építőipari technikumban raktak, és hogy majd ott akkor ebből egy jó szakma, tényleg egy csodálatosan tiszteltem, hogy a jó szakma, csak nem nekem. És aztán hol riadtan, hol aztán később megtapsolva, édesapám már odaállt róla, amikor meghalt. Addig ő elfordult majdnem tőle, amikor megtudta, hogy én nem építészmérnök leszek, csak a technikumot elvégzem, ott még dolgoztam, egy kicsit a szakmában, aztán tovább. Úgyhogy hát ez így jó, mert ők csak annyit akartak, amit nekik nem sikerült, azt én azért csináljam meg. Sokszor a szülők ebbe beleragadnak. És így aztán nekem megmaradt a gitár, a vágyak, az álmok, már a verseimet írtam. Hetedikes Kolon Tomás saját zenekarom volt, és végig-végig ez ment végig. Az életemben is ez határozta meg aztán a létezésemet és mindent. Hát persze hozzá kellett a Szabad Európa Rádió, meghallani Beatles, Rolling Stones, Yes, Who, Deep Purple, Uriah Heep, és akkor ott odaragadtam, és az. És azzá lettem én magam is. És a zene, hát az nővérem harmonikázott, tehát az meghatározta. Édesapám, édesanyám nagyon szépen énekeltek, anya primadonna szinten. Tényleg csodálatosan énekelt egészen 88-89 éves koráig. Úgyhogy a zene és a ritmus, imádom a ritmust. Mivel apám katonatisztul, megtanultam, hogy 10 óra, az egy perccel 10 óra előtt van. 10 óra után egyel már késtél. Na de az Edda attól is ilyen. Mi mindig ott vagyunk, pontosan megérkezünk, és az 74 óta így van. Én tényleg megpróbálok mindenképpen az elmúlt 50 év és 73 év életút eltöltött idő tanúságaival megpróbálok mindenképpen a jelenben lenni. Nekem nagyon-nagyon fontos a múlt, megőrzöm minden szép pillanatát, minden gyönyörű pillanatát, mindent, amit csak erre a kis kártyára be lehet pakolni, de nincs igazán hatalma fölöttem, nem hagyom, hogy elborítson, nem hagyom, hogy állandóan visszaráncson a valamilyen fajta állandó elemzésből és kesergésből, és a jövővel is így vagyok, hogy ha ezt a jelen pillanatot most, a mostot jól csinálod, és megpróbálod jól csinálni, vagy jól tenni, aztán a következő mostot, akkor abból összerakadsz egy egészen jó kis jövendőt. A siker az nem cél, hanem utazás. Tehát mi egy utazásnak fogjuk fel ezt. Tehát olyan nincs, hogy mi arra hivatkoznánk, hogy most meg nem is lehet, hogy a múlt héten milyen jó volt, meg egy-két hónap ezelőtt milyen nagyon jók voltunk, meg 6 évvel ezelőtt milyen jók voltunk. Ki? Jó, hát ez egy nagyon jó adat, de aznap este, akik ott vannak, azokat az érdekli, hogy most. És így kell a jelenlétben maradni, és a mosttal teljesíteni. Tehát valahogy így van ez, hogy itt vagyunk, és a jelenbe tesszük a dolgunkat. Nekem ez a mindenem, az életem, a boldogságom, a teljesség, a gyűrődés, a maga az élet nagyével, bármit is jelenthet valakinek a teljes élet, nekem az eddáságom az. Pont Torontóban volt, ahol egy srác odajött hozzám, és egy klassz történetet meséltem, hogy most nem mondok el hosszan, mert nagyon érdekes, nagyon jó, de hát volt egy barátja, aki jártak haza rendszeresen, és ő mindig Eddára jött a haverjaival, az meg nem jött, mert az Edda az belőle, meg ilyen az Edda, meg olyan, meg pataki, meg izé, meg ufók, meg ilyen, és akkor ő megítélt és kész. És aztán 10 évnek kellett eltelni, amikor egyszer csak úgy alakult, hogy itthon voltak, és ahova ment volna az a haver, oda nem tudott menni. Mert nem mondták, hát most nem jó, és kész, és egyedül maradt, és akkor nem volt más, és hát akkor elmegyek, és kint megvárlak a kocsiba Eddára. Ő nem megy, hogy kint megvárja a kocsiba ezt a férfit, aki azóta cimbora lett, és vége lett a bulinak, ők ott söröztek a verékkal, még vagy 5-6-an. Ő jött be, és azt mondja, látta, hogy ott áll a keverő, mert a srác, azt mondja, hogy nem a kocsiba vagy. Hát aztán bejöttem, és azt mondja, csak nem vedd, de hát hallgattál itt.
De! És azt mondja, na mi volt, annyira szar volt? Nem, sajnos, ez kurva jó. Micsoda? Hát ezt meséltem neked, te hülye 10 éve. És mondom, köszönöm ezt a történetet, és akkor azt mondja, nem, ezt szeretném átadni neked, ez az én történetem. Mi szeretnék átadni neked, hogy az Eddát csak az nem szereti, aki még nem látta és nem hallotta. Hát ez óriási volt. Hát ezt is te nem eltennéd? Én is eltettem magamnak. Ez óriási. Mondom, köszönöm, ezt tényleg köszönöm neked. És aztán efelé is, hogyha elkezdtem odafigyelni az elmúlt 1-2 évben, amikor tőle hallottam, akkor tényleg így van. Tehát a környezetemben aztán úgy belekérdezgettem, és tényleg úgy volt, hogy hoznak be arcokat, akik 2-3 évig nem úgy, meg más, meg egyebek minden, és akkor utána volt olyan, aki meg még nem is ennyire hevesen, hanem más mellett, tehát hogy jazzrajongó, ilyen-olyan, amolyan, de ez csak hoppot volt. És akkor elhozták haver, és akkor megfogta a dolog. És akkor ez jó. Ez nekem jó. Hát, ha neki is jó, remélem. Hát azért maradt ott biztos. 7. koromban 3 dobozgitár, pergődob zenekarom volt. A gimibe, amit 1 évet a Kilián gimnáziumban voltam, ott már saját zenekarom volt. Én végigjártam az utat, én Framus 12 órás gitárral kezdtem, és Simon és Gerfunkel nótákkal, de legkorábban, ahonnan indult 14 éves koromban, az otthon étteremben Miskolcon. Oda jártam, és volt egy pergődob, meg egy billentyűs, és én úgy jöttek az idősebbek és fiatalok, hogy a kis Gianni Morandi jön énekelni. Mert Gianni Morandi, Tom Jonesot, Engelberget énekeltem, fonetikusan leírva az angolt. Tehát az én sikerem az nagyon-nagyon nem jött úgy, hogy hirtelen, vagy semmi. Tehát azért mi az első nagy lemezhez, mire hozzájutottunk, vagy az első kis lemezhez, nagy lemezhez, addigra volt 30-40 dalunk, és már mögöttünk volt rengeteg gólyabál, ilyen bál, olyan klubozás, minden, tehát az enyém az elég folytonos volt, úgyhogy nem jött ott semmi magától. Mindennél meg kellett kaparni, és meg kellett kapaszkodni. Az első nagy lemezzel jött meg az országos ismertség, ez igaz, sőt, előtte nem az Állam és minden sarkon című albummal. És utána jött a szakadás, utána elmentem egy nyárra vendéglátózni. Hatalmas nagy haszon volt, és nagyon jól tettem, hogy nem itthon nyavajogtam és nyalogattam a sebeimet. Mindig volt eredete mindennek, tehát nálam azért általában minden valamilyen folytonosság alapján történik, és édesanyám még gyerekkoromban mindig bulisztak. Tehát bulisztak, engem nem volt óvoda, még nem volt rá lehetőség, és akkor vittek 9 évesen, és én láttam, hogy miket énekelnek, mert mulattak meg mindent. Tehát én ott tanultam meg magyar nótákat, ilyesmiket, bármit, és ezek úgy megmaradtak bennem. Aztán volt egyszer, ebből lett aztán, ahogy, amikor én megmutattam, hogy én ezt is tudom, na akkor volt nagy felhördülés, mert hát ők beskatyújáztak, hogy így. De érdekes, hogy David Bowie, ő énekelhetett bármit, ugye? Tehát ő lehetett punk egyszer, ilyen lila, átözött lánynak, fiúnak, minden, az akkor, de nálunk csak a bőrcsekibe patok, és mit csinált? Semmit, amit gyerekkoromban láttam anyáiktól, énekelek. És tudom, és úgy, hogy a legjobb magyar nóta és cigány nóta énekesek gratuláltak. És utána megalakítottam, tovább folytattam azt az álmot, amit én elkezdtem az Eddával, Gömri Zsoltot megtaláltam. Óriási kincs, 40 éve vagyunk szerzőtársak együtt, és aztán innen már jött, és aztán a legeket mindig mázni volt, számomra a legjobb rockzenészekkel zenélhettem együtt, ez ma is így van, Magyarország legjobb rockzenészeivel. Akkor mi is a profizmus? Az egy igényszint, ami alá nem megyünk. Szakadhat az eső, minden lehet, hóvihar, bármi, akkor is a buli a szent, meg kell csinálni. Ez is egy alapaxióma. Annyi alapaxiómám, hogy abban vagyok kitömve. De segítenek, amikor baj van és gázolom, vagy valami bizonytalanság megjelenik, akkor azért ezek segítenek, ezek az alapaxiómák komoly támaszok. Meg az Edda tábor, az fantasztikus, olyan ereje van. Az idő azért itt, ebben a 3D-dimenziós létezésben telik az idő. Hála Istennek, hogy telik, mert ez így van kitalálva, és így jó, és így van rendben. Az 50 év minden rezgése, tapasztalása, minden ott van valahol a sejtekben. A sejtek nem felejtenek. Tehát bennem is ott van, és így jó, mert ennek ebben a 50 évvel felvértezve tudok kimenni a színpadra, és többet adni, többet tudni, többet megérezni abból, ami az én utam már, és az én utam meg az, hogy utat mutatni a fény és a szabadság felé. Minél többször meggyújtani a lámpát, a világosságot dalokkal, prózával közte, minél többször megnyújtani egy gyertyát, és világítani vele a léleknek, egy lírai dallal,
És akkor úgy jó, akkor úgy az ember körülbelül megteszi, amit megtett, és ez bárhol, bármikor legyen ez a párkapcsolat is. Tehát mi Orsikával 15 éve létezünk együtt, megtanultam közben hibákat is vétve, tehát ne, hogy valaki ilyen nagy rózsaszín felhővel letakart valamit, képzeljen el, saját hibáimat is felismerve, dolgokat javítva, de minden nap tenni a párkapcsolatért, ezt el ne felejtsétek. Én is még tanulom, még most is. Minden dolog megélt élmények alapján íródott. Tehát én egyetlen dalt nem írtam, úgyhogy le kell ezeket füstölni és kitalálni. Tehát mindig megélt élmények alapján ettől olyan erősek és átadhatóak, hiszen megértem egy dalba, hogy dallá formálom. Tehát amit beszélgetek velük, róluk érzek magamnak a világról, mindenről, az dallá formáljuk a zenésztársaimmal, és átadjuk, és használják szeretettel. Ez a mi varázskonyhánk lényege. És ezt szerintem jól csináljuk, hiszen 5 éves keresztlányunk van, csodababa, úgy énekli a dalokat, hogy az csoda, az csoda. De amikor a karácsonyt énekelte, és ott ül bent hátul a kocsiban, még bekötve, és akkor amikor 5-5-ször kérte meg az édesanyját, hogy újra és újra játssza el, akkor megkérdezte tőle, hogy miért? Azért, mert jól esik a lelkemnek. 5 éves. Ezek az Edda létezés, ez sok-sok csodát ad, és ilyenért Vancouverbe, ahol ekkora ilyen jattos, és srác jött oda, Jézus már elmondom, hogy mindig kükloksz hatalmas, és kiderült, hogy erdély és favágó, és 12 éve kint van, és kétszer megvágta már magát, hogy nem bírta tovább, és ki az életét el akarta dobni, és szóval az Edda dal megdöbbent bennem, és megfogtam, és nem hagytam, és akkor az is megérte, már csak ő érte, hogy él, létezik, és kétszer. Az Edda dalok, ő mondta így, hogy megmentették az életét. Úgyhogy ezek jó dolgok. De ettől sokkal jobb az, hogyha simán ott vagyunk például akár Siófokon, a Vicsen, és beözöllenek, és egy ragyogó, csodálatos, boldogságos estét töltünk együtt. És legfeljebb a lírai daloknál van egy-két könycsepp, azért az leelgurul, de egy csodálatos estét töltünk együtt, és felszabadultan örülünk annak, hogy az életnek, a létezésnek. Mert az élet az egy hatalmas nagy ajándék. Igen. Kár, hogy akik sokszor döntenek róla, nem tudják. 1974-2024, ez volt a nyári, ennek a nyári turnéknak a szlogenje, és 50 előadásos aranyturnéra indultunk el. Ez a 74-2024 öleli át a mi létezésünket. Mindig úgy konferáltam, hogy boldogságos jó estét, szép estét mindenkinek, sziasztok, üdvözlet. 50 év a Nemzet, az Edda tábor és a rockzene szolgálatában. Ez volt minden este a köszöntőm, majdnem minden este, és majdnem mindig így, és ezt én nagyon komolyan így gondolom, hogy tulajdonképpen ez az én életem, my life, és ez az időszak az, ami nagyon-nagyon fontos az életemben. Azért erre büszke vagyok, egy musicalben, általában a legnagyobb musicalekben is 2-3-4 nagy sláger, világsláger van, és aztán annyi. A miénkben azért mind a 22 az. Tehát mind a 22 a musicalben sláger. És a közönség az első percben a színpaddal éneklik. Tehát ez egy egyedi Edda koncertek tulajdonképpen. Csak a látvány ott van a színpadon. És nagyon nagy boldogsággal nézzük. És ereje van, mert még mindig engem is, hogy nekem az benne a nagy csoda és nagy lehetőség, hogy amikor életemben először még az első formációban meghallottam azt, hogy milyen lesz az, amit én mindig egyedül énekeltem. Tehát egy éjjel érkezem, világértem, egyedül énekeltem. Meg a fohász, meg a többi, bármelyik dalt. És ott most mi lesz, hogy egy lány énekli egy fiúval? És kiderült, hogy úgy kerek az egész, mint az létezésben is. A nő és a férfi és a nő. Olyan most is megütte, hogy egy utolsó érintést elénekelnek duettbe, nyelegetni kell, hogy nem illik már így 70 felé bőgni saját daldon, de mikor látom, hogy körülöttem, hogy meg törlik, meg minden, akkor nem gond, akkor belefér. Tehát tényleg hatalmas ereje van a daloknak, de ezek nem csak a dalok érdemei, amit írtam, meg eléneklek, hanem a szerzőtársaim és Gömöri Zsolt és Alapi István, tehát két nagy erő, hatalmas nagy erő, és így kerek a világ, és ettől erősek a dalok, ahogy mondtam, hogy mert hova kanyarodunk vissza, hogy megért élmények alapján íródtak. De a minden sarkó, például mindenki, időnként mindenki szeretné odébb rúgni azt a követ. Mert ott áll és tipródik, és éppen beszakadt minden körülött, és akkor úgy odébb rúgni. Meg a Kör című dal, ami, hogy elmondom, hogy bármelyekkora nagy arc vagy, hidd el nekem, hogy
az életben majdnem mindenkinek legalább egyszer meg kell élni, és meg is életi velük az élet, mindenkivel, hogy nem hiszel, de ott áll csont egyedül a kör közepén, vagy éppen egy szoba közepén, vagy egy konyha közepén. És onnan kell újra kezdeni. Úgyhogy ezek erősek, és ez a musical ezt viszi tovább. Ázs J. Krisztián, azaz Hát Krisztián barátom, mesterem volt az, aki rengeteget segített az elmúlt 10-15 évben. A szeretet az nagyon fontos, mindenki tudja, de amikor úgy igazán kéne szeretni, akkor nem sikerül, vagy éppen elcseszi az ember. A szeretet az egyetlen valóság, és a többi az illúzió. Ezt a hitvilágot szolgálom már, nem csak hiszem és vallom, hanem szolgálom, és amivel tudom, segítem ezt a hitvilágot, ezt hirdetem, ezt mondom, mert nincs más. A többi az tényleg csak illúzió. Minden nap végtelen hálával fekszem le magamban, és végtelen hálával ébredek. Az összes baj ellenére, ha nem, akkor is rászorítom magam, tehát, de nekem nem kell, mert olyan mázlista vagyok, hogy csak egy kicsit kell egy oldalra fordítani a fejem, legyen ez éppen, én aránylag korábban ébredő vagyok, keveset alvó, és akkor oda nézek, és jobbra ott állik betakarózva. Úgy hívom, hogy kis szarkofág. Orsi úgy azt mondja, hogy egy idáig is így, óriási, imádom. És akkor oda nézek, és egy csodát látok, csodát érzek, szeretetet, szerelmet, simogatást, küzdelmet, mindent. És akkor nem lehet más a szívemben, csak hála. Mázlista vagyok. Nagy mázlista. Hogy van testben is és öregben is társam. Nagy mázlista vagyok, az bizony. A szüleimtől az elején megtudtam azt valahol, hogy 10-12 évesen hallottam tőlük, hogy az érzékszerveink a valóságnak körülbelül olyan 5-8%-át vagy 10%-át tudjuk igazán érzékelni. Elkezdett érdekelni, hogy a műanyag 95%-kal. És ez pedig oda vezetett, hogy egyszer csak ott álltam magam Kovács András táltos iskolájába, és ott megint egy más világot ismertem meg. Mindenki pontosan ott van, ahol lennie kell. Ahol a karma törvény azért az elég erős kis szucc azért, azt mindenki viszi a magáét magával. Mi az élet értelme? Hosszú ideig vártam rá, mire a mesteremtől megkaptam a megoldását, hogy én is valami nagyon misztikus dologra gondoltam, és azt hittem, hogy ha én egyszer azt megkapom, akkor az ego dolgozott, akkor én azt én fogom tudni. És akkor annyit mondott nekem, hogy kejfelést csináld. Micsoda? Ez a titok? Ez. És aztán később értettem meg, hogy bizony így van, kejfelést csináld. Abban benne van aztán minden, ha lehet, akkor egyre jobban, ha tudod. De ennek is van egy végső formulája számomra, hogy ha egy mód van rá, ne árts. A betegségek azok inkább az elfogadásról tanítottak, és kaptam nagyon-nagyon komoly leckéket. Néha nézte fel, hogy főnök biztos, ezt is még? Igen. Érdekes, hogy minden, ami történt az életemben, hogyha visszatekintek, volt, amikor 1-2-3 hónapon belül igazolást nyert az, amit nem értettem, hogy akkor az miért van meg, sőt, ágáltam ellen, hogy ez ne, és 3 hónap múlva megértettem, volt, amit 3 év múlva, és volt, amit 30 év múlva, egyszer csak visszatekintek rá, és ja, hogy ez azért, és így lehetett körülbelül ez, ami most van. Így 73 után merem azt mondani, bátor, hogy valami hozott anyagnak kell lenni ott bent, ami mint egy kis vulkán állandóan ott ég, és van, és pont annyi hőt ad ki, nem robbant szét engem. Volt, mikor majdnem. De nem robbant szét engem, csak segít abban, hogy állandóan legyen tűz az élethez. Mindenre egy kicsit oda kell figyelni, tehát ez a test, szellem és lélek harmóniája, az meg kell találni az arány. És ebbe a tempóban, amiben én is élek, nem könnyű, tehát test, lélek és szellem. Egy dalban megírtam, szellem egy ritmusra járva, teljesítő azt, mit vállalt magára, igen. Kivétel, amikor nem, nincs meg a ritmus, és nincs meg a tempó, és nincs meg az arány. Amikor ezekben az arányokban aránytalanná válsz, akkor jön minden baj, elkezdődik. Jönnek az egészségügyeik is. Ha nem figyelsz oda, és nem veszed észre, akkor jön egészségügyeik is jelez. És nálam volt, ez aztán az elmúlt időben kaptam keperész jó bőven, de hát tudtam, áll Istennek, már tudatosan tudtam, hogy kihez kell menni, kivel kell beszélni, és tudomásul vettem, hogy ez karmikus, ez most így van. Meg kell élnem, amit meg kell élnem, és akkor jött az elfogadás. Akkor elfogadni amiről most így könnyű beszélni, de a rettenetet is, ami már majdnem elfogadhatatlan fájdalmak, meg egyebek. És akkor ez csak a fizikaiak, és aztán ott van ebben a műfajban a lelki is. Tehát
hatalmasokat képesek, az ártók, a gyűlölködők, az irigyek elképesztőket tudnak csapni az emberen, de én már erre is megtanultam a védelmet, tehát mindenre megpróbálok felkészülni, amennyire lehet, és így aztán nem nagyon tudnak, mert én tudom azt a technikát, hogy nem ártok, csak visszaküldöm. Tudom, hogy hogy kell, és visszaküldöm. Mint ahogy a földön kívüli dolgokkal, hogy bármivel megpróbálnak megtalálni, de hát aztán ma már akkor mit csinálni, mit kezdenek magukkal, mert egyre jobban nyílnak az akták, a titkok, kiderül, hogy Pataki mégse annyira hülye, mégse golyós, mert ugye hát azért mégis a NASA is kezdi azért kiszivárogtatgatni, és képzeljétek el, amikor egyszer a valóságot majd megtudjuk, az úgy meglepi lesz. Az egészen biztos, de már mondom, nyílnak, tehát már Pataki ennyire nem hülye, mert a NASA is mondja, hogy igen, hát ilyen és olyan jelenség, és különböző, és akkor mondjuk elmondják, hogy kikkel állnak kapcsolatban, mit tudom én, 60-80-100 éve már a nagyhatalmak, és hol járnak a dolgokkal. De ez nem ösztönöz engem sem, tehát sehova sem viszel. Én az mostani életemet élem, és egy Kodolányi János, igen, ő mondta, hogy az ember dolga az, hogy fényé váljék. Igen. Hát, mert az vagyunk, örök életű fénylények. Én azért ezért nem tartok semmitől, meg úgy csinálom az életet, de hát semmit nem tud megijeszteni, nem félek, hogy megölnek, kicsinálnak, holnap reggel meg kell halni. Semmi. A létezés örök. És kész. Akkor még milyen gond lehet? Semmilyen. Van persze. Meg nyűglődök, van egy órám, nekem is valami nem kerek, meg itt fáj, meg ott vagy valami, de hogyne. És akkor úgy megállítom ott az elfogadással minden, onnan kezdődik az ember, minden ellen menni akar, megoldani azonnal. Nem tudod. Amikor mostanában olvastam, hogy 13 milliárd valahány éves a létezés, és akkor ebben, hogyha visszabontjuk, visszaszámjuk, akkor az egy emberi élet, ez a 70-80 év, 60 év, pont ennyi. Egy másodperc sincs. Akkor hogyan, melyik aspektus nézzük, de én ebben az egy villanásban is villanással is boldog vagyok. Az összes kínjával együtt is, amit hozott magával, vagy nehézséget, boldog vagyok, mert az nagyon fontos, hogy hiába ezt próbálják belesújkolni most az emberiségbe, mi anyját, ezt a 6000 éves csinálják, az lényeges, megint egy lényeges dolog, hogy semleges emberi létezés nincs. Vagy elveszel, vagy hozzáteszel a világunkhoz. Ez nagyon fontos. És én úgy szeretnék lárnyoltani, hogy hozzátettem, nem csak elvettem belőle, meg a javakból, meg a dolgokból, hanem hogy adtam is. És ez azt hiszem sokan, nagyon sok jó érzésű ember ezt szeretné, meg ezt csinálja, meg ezt akarja, csak azt akarják elhitetni, hogy ez nem így van, de tévednek nagyot. És odaállt a karma óceánjába, tengerében, nagyon megfizetnek érte. A sok mindenre nagyon büszke vagyok, hogy soha nem adtam föl. Soha. Soha. Soha az eddásságra beszélek. Soha. Egy pillanatra se, a legádázabb pillanatokban se, akár annak a meglepetésével, hogy a Covid-ot gömörivel épp hogy megtúléltük. Épp hogy. Tehát én pár órára, ő egy órára volt a gépretevéstől. És aztán tavaly szeptemberben meg azt hittem, hogy mindenből kijöttem, szeptember megjelent a post-Covid. És újra 85-től, két hét alatt lefogytam 74-6-ra. Úgy néztem ki, hogy szegény nyugodjon. És akkor újra meg kellett kapaszkodni, és ott már tudtam, hogy ezek a fájdalmak jönnek, hogy már én mennék. És én tudom is, hogy kell menni. És mennék már, mert át, már egy kicsit haza, mint íti. Mint ahogy onnan jöttem nyugodtan, most ide-haza, most innen, hagyd menjek már egy kicsit, ahol nem fáj. Hagyd menjek már egy kicsikét. De aztán még dolgom van, kiderült, és a látóbarátok, a mester, még dolgom van. Hát akkor meg fel kell állni ebből is, és akkor azért voltak kunsztok, mert nem jött vissza, csak kutyalassan fél kilónként, és amikor az arénaból nőtt tavasszal most még, akkor még betyáró 79 kiló voltam, és a testtel akármit csinálsz, a lélekerő is fogy. Az nagyon metál volt az a tavaszi buli. 2:50 játszottunk. Lejöttem, és hogy? Melyik erőmből? A talpamba se volt erő. És ma újra 82 kiló vagyok a látos életem, nagyon büszke vagyok rá. 82 életerővel, és onnan március 20-tól
nekiálltam és újra illettem én, és életünk egyik legcsodálatosabb turnéját kaptam ajándékba a kitartásért és az elfogadásért. Életünk legszebb turnéja volt ez az 50 éves. A legszebb. Plusz hát még ugye én abban is tudok egy kicsit majinálni, hogy ne essen ránk eső nagyon, és akkor végig napsütésben játszottuk majdnem végig mind az 50 valahány előadást, amit eddig megcsináltunk. Úgyhogy mi kell még ettől? Egy kis jó lapjárás, egy jó teja, vagy egy jó pohár bor, meg a szerelmem csókja, meg a fiaim a tátolelni. Meg az életet, meg titeket, az kész. Ennyi. Meg egy jó dalt írni. Írtam mostanában, és amikor kint voltam, akkor is. Hát, ez nem annyira vidám, de megírtam. De a világ sem annyira vidám. Úgyhogy, de mindig megpróbálom bele, tehát a dalt megírom, benne van, amit akarok, és aztán valamilyen szinten kiutat mutatni, mert ez a lényege. Mutat, hogy merre? Hát, ahogy Kodolányi mondta. Az ember dolga, hogy fényé váljék. Hát én ezt teszem, ezen próbálok mendegélni. Néha letérek róla, néha térdeesek, nem sikerül. Újra föl, gyerünk, kész. Valahogy így telik a mi edda életünk. Jó ez, jó dolog ez. Nagy ajándék a Jóistentől. Nagyon fontos, hogy értsük és érezzük azt, hogy a mi dolgunk, a magyarság dolga a fény és a szeretet felmutatása. Ez most mutatja meg magát igazán, amikor vadul a világ, és háborúdul, és rettenetek vannak, hogy milyen nagyon fontos szerepünk van itt, ennek a kis nagy országnak, amit úgy hívnak, hogy Magyarország. Vág a hölgyek, urak, láthatatlanok, rettenetes nagy világurai! Ha megtennétek szívesen, annyit szeretnénk kérni tőletek, mi emberiség, hogyha eddig megvolt ez, mióta az emberiség létezik, ütitek, vágjátok, tépitek, szaggatjátok, parazitaként húzzátok le az emberiséget, de most úgy álljatok már meg, jó, és játsszuk már most azt egy, mit tudom én, nem sokáig, egy 5-6 ezer évig, nézzük meg, hogy abból mi jön ki, hogy világháborúk helyett világboldogságot. Na, mit szóltok hozzá? Na, próbáljuk meg. De tényleg ez a semmi világa, hiszen amit ma állítanak, az holnap már nem állítják, amit ma hazudnak, az holnap szembe állítanak, már nem igaz, nem úgy gondolta és semmit. Tehát ez a nihil világa, de ez engem annyira nagyon nem érdekel. Megpróbálok mindenképpen a lelkem egy részével kivonulni ebből, és a hit felé menni, a hit világába, a hit és hitelesség világába, hogy édesanyám tanította. Tényleg egy hitben nőttem föl, és ez nagy szerencse. És a hitelességet meg hát azt megtanultam, és itt jön a tudatosság, hogy megtanultam azt, hogy az pedig nekem olyan az életem, hogy csak rakkolva, kemény munkával érhetem el mindent, amit szeretnék, legfőképpen önmagamon dolgozni rengeteget, és az egyik legnagyobb értéknek tartom a sok közül, amit megtanultam útközben, és magamével tudtam tenni, hogy merjek változni és változtatni. És aztán ez van, amit a környezet vagy a tágvilág néha nagyon nehezen fogad el, hogy, mert általában az emberek azért képesek beleragadni bizonyos életstílusokba, életformákba, létezésformákba, és akkor azt nagyon nehezen bocsátják meg, ha valaki ellép abból, vagy mer odébb lépni. Ugye egyszer egy színházban én még a hangomat javítva próbáltam menni egy hölgyhöz, aki a színészeket készítette fel, hogy én most képzem a hangom, rám jött egyszer valamikor, és akkor meghallgatott és mondta, hogy meg vagy te, egyben megy magadnak, kész. Nem akarta képezni a hangom, és amúgy meg azt mondja azért, hogyha ahogy egyszer lesz kedved, azt mondja, egy-két operát is elénekelhetnél. Az ember képezte volna a hangját, vagy valami, akkor mondjuk 10 éves korától, vagy 15-től, nem, 15-18-től, hogy megállapodik a hang, akkor lehetett volna várni. Szóljek elük járni! Ott van benne, csak én ezt ebben a műfajban szeretném használni, és ebben tudom a legjobban átadni, és mindenki maradjon a kaptafánál, ki mit tesz, megcsinál. Amíg ez a bolygó létezik, mi már rocktörténelem vagyunk, nem önmagamat értékelem, vagy önmagunkat, de ott vagyunk. Mi már rocktörténelem vagyunk a dalainkkal, minden együtt, és ezek megmaradnak, hát addig, amíg a világ. Ma már a nagyobbik fiam is igencsak belefordul, és érdekes, hogy a kisebbik fiam is azt érte meg, elkezdett gitározni, ekkora ujjai vannak így, elképesztően áll rá, hangja, mindene megvan, fazon, és ugyanúgy nézd veled is, mint a bratyóval, te is későn érő típus leszel, és ő nem, mert ez túl sok, már én mondom, megint kezdődik, nem sok ez gyönyörű, csak bele kell harapni, mint egy nagy alma, hogy egyszerre úgy sem tudod megelni, de egy nagyot bele kell harapni, és utána már ott vagy, és az almájé vagy, az alma meg a tiéd. Persze a nagyobbik fiam, ő már egy kész férfi ember, persze. Azért elég sok vízió van, ami úgy
létezik valóság is, amikor ezt elképzelem, és teremtek. Hát én tudom, hogy hogy kell teremteni a tudatteremtő erejével. Ezt is kéne a suliba tanítani. A tudatteremtő erejével hogy kell teremteni. És én mindig magamban nem ráerőltetve semmi, de magamban azt teremtettem, hogy egyszer ott lesz mellettem. És az én teremtésem volt az erősebb, nem az övé. A szerencsém volt, hogy le tudtam szűrni a lényeget, vagy valami kis eszenciát mindig vittem belőle tovább. És az segít ma is, az meg nagyon téved azok közül, akik most így néznek minket, és, vagy engem például, és esetleg szerintem, ezért ennek minden sikerült, akkor gyere el velem egy turnéra, és a végére megnézlek majd. Gyere, csak egy turnéra, gyere végig velünk úgy. Vannak kihívások most is, minden napért tenni kell, szóval semmi nem megy magától. Vagy ha nagyon valaki megirigyelne az életemet, akkor azt a mondást tudom neki ajánlani, hogy ami csodálatos, óriási lehetőség. És hálát teremt Istennek, ahogy mondtam, hogy én az eltek, aki vagyok, de az a indián mondás, hogy mielőtt elkívánnád egy indián életét, meg mindenért, bármiét, előtte kérdele a mokaszínját 3 napra. Húzd föl. Húzd, lehet, hogy csak a gyöngyök tetszenek rajta, meg minden, de úgy menj benne, és nézd meg. Lehet, hogy levezet 3. nap, és visszaadod az indiának, hogy ho-ho, köszi. Köszi, mégse. A folytonosság ez az életem, és a jó Isten adja, hogy az utolsó percig, amíg létezek, énekelhessek. Én ezért fohászkodom, és ezt próbálom teremteni tudatosan, hogy hadd énekeljek. Az vagyok én. Egy hang. Csak van neve és földi neve. Pataki Attila.